Kedves nők, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy már reggel 7 órától kiválthatják a következő igazolványaikat és jelvenényeket. Ugye így már más az élet? Kétségtelen, hogy sokat haladtunk. Nem volt tábortűzünk, most van. Nem volt napfürdőnk, most van. Nem volt dalárdánk, most van. Nem volt szervezett tornánk, az is lett. Rendszabályaink, nyilvántartás, semmi se volt, azt is megteremtettük. Éljen! Nem tehetünk úgy, mintha nem lennének itt. De mi sem tehetünk úgy, mintha mi nem lennénk itt. Mindenki hozza a lapátját, ásóját! Veszették, ért osztják. Ha kiosztják, miért szedték be? Jó munkát végeztünk, köszönöm. Ugye milyen egyszerű sátra van. Semmi nagyzolás, mint egyeseknél. Szeretem az ilyen kis lelkes. Tudja meg, én féltem magát ettől a sok szemérmetlenségtől. Az ilyesmi csak lehúzhatja magát a sárba. Szégyentelenek, tiszta dolce vita, olyan szégyentelenek. Uraim! Uraim! Audiatur et altera pars! Nem vagyunk komis suhancok! Hölgyválasz! Hölgyválasz! Te tudsz idegen nyelveket? Én sem. Talán a szóltam volna. Rajtunk is segítenek, mindent megmagyaráznak. Egy előkelő különálló. Ide jön erre a szigetre, és néz, és lát. Tervrajz, engedély, van hozzá? Mindenki utálja magukat. Honnan veszi magának a bátorságot, hogy egy egész közösség nevében beszél? Hagyjanak békén. Mi történik itt? Itt a természetvédelmi ügyelet. Csak semmi pánik, csak semmi pánik! Hagyjanak megdögleni. A terítőket. Te meg izgálgáskodsz, mi ellen van kifogásod? Az emberek ma is azt mondják, mint az én időmben. Ma nincs fácán, holnap lesz fácán.